Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai műsorunkban először karácsony ünnepi pillanatait idézzük föl, majd a Váci Székesegyház 60 éves Szent Cecília kórusának november végi Cecília hangversenyéből láthatnak részleteket. A Teremtő Isten szeretetének alázatos, emberhez hajló jóságát mi sem példázza jobban, hogy a második isteni személy kisgyermek képében született a világba. Az evangélium tanúsága szerint ez az isteni terv vezet el bennünket az üdvösségre. Szent János így ír erről. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A következő percekben karácsony bensőséges hangulatára pillantunk vissza. Szeretett testvéreim! Egy közelmúltbeli élményemet szeretném bevezetőül elmondani. Egy Ipolymenti felvidéki faluban nagy-nagy szeretettel búcsúztunk egy 100 éves öreg paptól, Dombi Feri bácsitól, aki 50 éven át Ipolynyéknek volt a esperes plébánosa. Januárban még megünnepeltük a 100. születésnapját. Beszélgettünk, faggattam, kérdezgettem az ő életútjáról, és úgy kicsit szabódva, de végül is elmondta, hogy itt a mi egyház megyénk területén egy tiszaparti kis faluban született, és nagyon szeretett volna pap lenni. És amikor befejezte az általános iskolát, akkor elment a plébánoshoz, és elmondta az ő szándékát. És a plébános azt mondta, te szegény paraszt gyerek, te akarsz pap lenni? Menj el inasnak! És bánatosan hazament, és egyszer csak a helyi körzeti orvos meglátogatta őket, és azt mondta, kisfiam, én fizetem a te tanulásodat. És beíratta őt az esztergomi bencés gimnáziumba, amit elvégezve jelentkezett a teológiára. És a sors úgy irányította őt, az Úristen úgy irányította az ő életét, sorsát, hogy a háború után ott maradt a felvidéken, és sok-sok évtizeden át lett jó pásztora az ottani magyaroknak. És ez az élmény jut eszembe ma karácsony ünnepén, amikor Ferenc pápánk erre hív bennünket, hogy ismerjük fel a betlehemi gyermekben az irgalmas Istent. Olyan szép volt ez a mai evangélium, ez a gyönyörű János bevezető, hogy ő az atya képmása. Ahogy Ferenc pápa fogalmaz, az ő irgalmasság évét meghirdető körlevelében, így mutatkozik be az Isten. Ez az ő természete. És ugyanígy a mai szentleckében hallottuk Pál apostol szavát, hogy sok ízben szólt az Úristen az emberiséghez,
de a végső időben a Fia által szólt hozzánk. Bemutatkozott, megmutatta az ő irgalmas arcát, vállaltam Mária gyermekeként a mi életsorsunkat, egészen a mélységből elindulva a mindennapi munkás életet, az igazságtalan elítélésig hagyta, hogy kegyetlenül kivégezzék, ártatlanul meghaljon. De mindnyájunk reménységére feltámadt, és ez a mi reménységünk 2000 év óta, hogy megjelent köztünk az irgalmas Isten szeretete, aki új esélyt ad, felemel és bízik bennünk, hogy általunk megvalósítja az ő csodálatos tervét, az ő országát, ahol béke lesz, ahol szeretet lesz. És erre vagyunk meghívva. Olyan nagyszerű, kedves élmény volt, amikor az irgalmasság évének a megnyitóján, itt a mi székesegyházunkban és december 8-án megnyitottuk a szent kaput, jelképesen, hogy lépjünk be az isteni irgalomnak a dimenziójába, légkörébe, atmoszférájába. Engedjük befogadni, engedjük, hogy befogadjuk az Úristent, engedjük be az életünkbe, de utána lépjünk is az ő irgalmas szeretetével. Mária Bestyőn is megnyitottuk a jelképes szent kaput, és képzeljétek el, amikor kinyitottam ezt a kaput, ott a Bestyői Bazilika szentélyében, az egyik ajtón a tékozló fiú jelenete látható, a másik oldalon pedig az elveszett bárányt megtaláló pásztor. Ilyen az Isten. Hazafogad, megbocsájt, esélyt ad, bízik bennünk. Egy furcsa világban élünk. Sokszor az embernek az az érzése, hogy össze van zavarodva minden. Annyi ellentmondás, annyi szomorú, fájó hír kering a világban, és nekünk hívő embereknek úgy kell ünnepelnünk a karácsonyt, hogy az Úristen most ebbe a világba küld bennünket. Úgy örültem és megköszönöm majd a televízió vezetőinek, hogy tegnap estére, a szentestére ezt a kedves ajándékot adták, hogy levetítették újra a Napfivér Holdnővért, a Szent Ferenc gyönyörű filmjét. És onnan idézte a pápa is az ő körlevelében, Szent Ferenc imájából, hogy Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, vigasztaljak ott, ahol szomorúak, vegyem észre azokat, akik éheznek. Tégy a te békéd eszközévé. Azt szoktam mondani, hogy itt kezdődik egy felnőtt hitű ember imája. Amikor megértjük azt, hogy az Úristen komolyan vesz bennünket, számít ránk, bízik bennünk, és általú akarja kiegyenlíteni a világnak a diszharmóniáját, az ellentmondásait. Ilyen arról elmélkedtem, hogy Szent Ferenc nyomán, hogy vegyük észre a teremtett világ csodáit. Ide van készítve minden. Ez a gyönyörű növényvilág, állatvilág, a mindennapi kenyerünk csodája. Vegyük észre, hogy a csillagvilágban itt ez a kis földünk az élet otthona. Isten irgalmas szeretetének az ajándéka. De most menjünk egy kicsit tovább. És csodálkozzunk rá arra, hogy az Úristen elkényeztet sokunkat. Mert olyan családba születhettünk, ahol szeretet vett körül bennünket, ahol a Szenteste varázslata indított el a gyerekkorunkból, ahol ott volt anyánk, nagymamánk,
a család védelme, szeretete, a lelki gazdagság, a közös imádság, a hit. És eljöttünk ma is ünneplőbe öltözve, eljöttünk otthonról, ahol ünneplőbe van öltöztetve az otthonunk, a karácsonyfa, megajándékoztuk egymást, és vár a terített asztal. De Ferenc pápánk arra is hív ma bennünket, hogy vegyük észre azokat, akiknek ez nem adatott meg. Hogy megdöbbentett, idén először talán döbbentem rá arra, hogy hány gyereknek nem adatik meg a Szenteste varázslatos csodája. Ahol már nincs közös családi asztal, ahol nem örömmel mennek haza a családtagok, keresik az ünnepi együttlétet. És gondolok azokra is, akikre a Ferenc pápa annyiszor beszél, akiknek az ünnep is fájdalmas nap, a világ éhezőire, üldözöttjeire, a betegekre, hajléktalanokra, jól tudjátok. És ezt próbáljuk megérteni, hogy az Úristen az ő irgalmas szeretetét ránk bízza, általunk akarja kiegyenlíteni ezt a sok-sok döbbenetes egyenetlenséget. Ahogy annak a tiszaparti kis falunak a kisfiúját észrevette az az orvos. Esélyt adott neki. Adjunk esélyt egymásnak. Ma is újra hívlak benneteket nagy bizalommal, hogy sokszor megkérdezik újságírók, riporterek, hogy és hát püspök atya, van foganatja annak a felhívásnak, hogy karolj fel egy családot? És mindig óvatosan mondom, de nagy hálával, hogy van foganatja. Ti is, akik ma itt vagytok, ti is tegyétek tovább ezt a nagy szívűségnek, a nagy lelkűségnek a jézusi magatartását. Ne tudja a jobb kezed, hogy mit tesz a bal. Merjetek könnyelműsködni. Merjetek nagy lelkűek lenni. Mikor pedig elnézlek benneteket, ott van a szívemben az öröm. Új esélyt kaptunk. Az irgalmasság évében karácsonyt ünneplünk, és mehetünk, nem tilthatja meg senki nekünk, hogy jót tegyünk egymással. Valamelyik alkalommal egy kicsit élesen fogalmaztam, és azt mondtam, hogy én engedetlen vagyok minden állami törvénnyel szemben. Olyan értelemben, hogy én nem engedelmeskedem soha semmiféle állami hatalomnak, olyan értelemben, hogy az én javaimmal, anyagi lehetőségeimmel én mit teszek. Megkapom a jövedelmemet, fizetésemet, az állam garantál állampolgári jogon sok mindent, de nem tilthatja meg nekem, hogy nagy lelkű legyek. Hogy továbbadjam azt, amit én is kaptam. Hogy letöröljek könnyes szemeket, felvidítsak szomorú arcokat, és békét hirdessek, békét vigyek mindenhová, amerre csak járok. Szeretett testvéreim, Isten irgalmas szeretete felragyogott a betlehemi kisded arcán. Ezt akarjuk ma hittel újra észrevenni, fölismerni, és hinni abban, amit az evangéliumban hallottunk, hogy akik hisznek, azok hatalmat kapnak, hogy Isten fiaivá legyenek. Hatalmat kapunk az ő szent lelke által, hogy az ő irgalmas szeretetét képviseljük, továbbadjuk.
Áldott karácsony mindnyájatoknak, nagyon-nagyon boldog, békés ünnepet, és higgyetek abban, hogy jobb lesz ez a világ. Amen. Az idei évben tartotta 60 éves jubileumát a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusa. November 22-én hálaadó szentmisével és egy nagyszabású egyházzenei áhítattal ünnepelték meg ezt a kerek évfordulót. A kórus tagjai mellett több vendégkórusból is érkeztek énekesek, és természetesen a Székesegyházi kórusiskola is bekapcsolódott a közös éneklésbe. Műsorunk hátralévő részében a hangverseny programjából láthatnak részleteket. Et nos crimes mihus pares nos est.
Kedves nézőink, engedjék meg, hogy műsorunk végén Isten kegyelmeiben gazdag, boldog új esztendőt kívánjak a Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió minden munkatársa nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!